Kedves nézőink, idén is megszervezi a Jókai Mor emlék- és teljesítménytúrákat az Erdélyi Kárpát Egyesület. A jövő szombaton, május 6-ára tervezett gyalogos és kerékpártúráról annak főszervezőjét, Bránián Robertet kérdezem nem sokára. Addig is tekintsenek meg néhány felvételt a tavalyi túráról. Bránai Róbert főszervező a vendégem, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Rosszul mondtam a nevet? Igen, nem baj. De hogyan? Hogyan mondtam? Bránia. Bránia. Ez van. Ezt most sikerült másodszor. Jó. Tehát 20. alkalommal szervezi meg ugye az Eke a Jókai gyalogtúrát. Tavaly óta biciklitúra is társul az eseményhez. Na, én azt mondom, hogy talán nem árt megismételni, hogy miért nevezték el Jókai Morról ezt az emléktúrát. Mert hát valamikor Jókai Mór az Egy az Isten című regényében leírta ezt a regényes útvonalat, sőt a regény megírása előtt végig is járta, tehát volt egy ilyen adatgyűjtő körútja, 1876-ban jól emlékszem, és annak idején Tordán keresztül utazott, meg Szinden, meg Torockon is, meg Torockó-Szentgyörgyön is megfordult. Torockon egy házon van egy gyönyörű szép emléktábla, jelenleg a Torockói Unitárius Egyházközségnek a hivatala van abban a házban, és ott van a Jókai emléktábla, ott szállt meg annak idején Jókai Mór. Tehát innen indult ez az egész, és a 90-es évek közepén, hát konkrétan 98-ban volt az első Jókai túra, azelőtt pedig hát Tóth Pál Tamás kolozsvári eketag, alapító tag nevéhez fűződik az egész túrasorozatnak, tulajdonképpen az erdélyi teljesítménytúráknak a beindítása. Ő volt az, aki kezdett nyomozni a jókai útleírások, regények alapján, és újra beárta ezeket az útvonalakat, egy kicsit aktualizálta, tehát próbálta átültetni az akkori leírásokat a mai valóságba, és így alakult ki hát az első Jókai túra, az két napos volt tulajdonképpen, Kolozsvár Szind, és utána a második nap volt Szintől egészen Torockóig. Utána pedig beindultak az ilyen egynapos túrák különböző változatai, ugye rövidebb, hosszabb, megerőltetőbb, és hát... Tehát van különböző változatokról beszélünk? Igen, így van. Tehát eredetileg hát a leghosszabb túraváltozat, ami ugye 55 kilométeresnek jön ki, hogyha kiszámoljuk, kerekítve. Tehát az Kolozsvártól Torockóig. Kolozsvár központjából? Hát nem igazán Kolozsvár központjából, hanem az indítása az mindig a Büki kempingtől volt. Hát az most már eléggé Kolozsvárhoz tartozik, ugye? Büki lakonegyed.
elején van. Tehát ez 55 kilométer. Igen, és akkor így hát a Bükki Camping, ugye utána hát a közismert Adrenalin Parkon keresztül halad, akkor utána tovább a Mikes gerincen, ahonnan le lehet látni a puszta szemmártoni tavakra és a Torda-Kolozsvár főútra. Aztán Torda-túron keresztül a Túri hasadék mellett halad el az útvonal, és utána pedig hát most egy kicsit trükkel ugye az autópálya alatt vagy fölött haladva, gyalogos, illetve kerékpáros szemmel nézve a dolgokat, el lehet jutni Szindre. És ott tehát gyalog is át lehet haladni az autópálya. Igen, van egy híd, ott szépen át lehet menni alatta, teljesen szabályosan, tehát a gyalogosok ott mennek, a kerékpárosok pedig a másik hídon az autópálya fölött. És megérkeznek Szindre, és onnan pedig hát a tordai hasadékot érinti mind a két változat, a gyalogos és a kerékpáros is. A kerékpárosok nem mennek keresztül a hasadékon, mert hát, a múlt évben volt egy ilyen próba, hát volt igen, egy ilyen próbálkozás? Sőt, a múlt évben keresztül haladtak, az volt a túra útvonal, mert megvalósítható, tehát... És hányan sérültek meg? Nem, senki nem sérült senki? Meg, tehát nem annyira veszélyes, viszont alapvetően tilos. Tehát a Tordai Hasadék honlapján ki van írva, turista ösvényeken általában, ahol gyalogosoknak szánt ösvények nem szabad kerékpára közlekedni. Jó, akkor de ezt... azért vannak olyan keskeny sziklaszívek, ahol én nem ott, tudom elképzelni, csak nagyon bátor kerékpároz. Háton kell cipelni a biciklit, tehát. Jaj, ott hátom. Tehát végül is igen, a Tordai Hasadékon keresztül nem is adott az elképzelés, hogy üljenek az ember, hanem tolják. És időnként felcipelik, mintha a tömbházban egyik emeltet cipelnék. Na, hát na, viszont az az igazság, hogy mivel ez a túra, ez általános kerületet bárki számára megvalósítható, egy kerékpár súlya azon 15-20 kiló. Most egy felnőttnek az nem a nagy probléma, de ha egy 20-30 kilós gyerekkel cipel, akkor már igen, sokkal ezt megszüntettük, ezt a szokást. Tehát a továbbra is lehet úgymond pecsételni a Tordai Hasadéknál, de hátulról, tehát a Peterdi Balon felé bejáratnál, ott van, úgyis ott van az ellenőrző pont, és akkor kerékpárosok oda bekerekeznek pecsételve, és mennek tovább. Na jó, útjuk. Tehát a gyalogosok jó. 55 kilométer, kerékpárosok igen, a gyalogosok 55, a kerékpárosok az egy kicsit bonyolultabb, de mindjárt elmondom. Kilométert mondjam. A 62 és 85 között, jó? Tehát akkor két útvonal van, azt jelenti. Nem, több. De igen? Mindjárt elmondom. Térjünk vissza a gyalogosra. Jó. Tehát a gyalogosoknak van az 55 kilométeres, az Kolozsvártól megy egészen Torockóig, ugye Várfalván keresztül és a Székelykön keresztül. Azon kívül van a rövid, az egyik a 25 kilométeres, amit régen 30A-nak neveztek, az Kolozsvártól csak Szindig megy. Értem. Na most ennek nem igazán volt nagy siker az elmúlt években, az idén sincs. Jelentkezés szempontjából. Ez van. Mindenki szereti a savát borsát, ugye ezt a Torockó Tordai Hasadéknak. Akkor van a 30-as, az Szinttől megy egészen Torockóig, Várfalván keresztül. Szindig mi szervezők biztosítjuk a szállítást, van egy külön buszos logisztika, tehát egyrészt kivisszük a rajtolókat a Bükki Campinghez, akkor elvisszük őket Szindre is, meg Várfalvára is, és haza is hozzuk a különböző célpontoktól. És van a legrövidebb, a 10-es, ugye, amit 10-esnek nevezünk, egy kicsit lekerekítve, vagy a 12,4 kilométer, olyasmi, az Várfalvától indul, és a Székelykön keresztül az népszerű, érkezik. Vagy inkább igen, az a nagyon népszerű, főleg családosok, igen. Családosok, gyerekek. Most a kerékpárosok, azok Kolozsvártól Szindig haladnak, ugyanaz az útvonalon. Igen. Szintől kezdve pedig az idén lesz először, remélem nem lesz nagy csőd belőle, lesz 19 változat. Ez Jézus azt jelenti, hogy... nem sok egy kicsit? De hol létezik ez az első, ez a, hát ez, hát az nagyon egyszerű, ugyanis Szind és Torockó között vannak standard ellenőrző pontok. Igen. Most azokat tetszés szerint lehet érinteni, vagy nem. Innen jön ki a 19. Tehát vannak nagyon könnyű túra változatok, és vannak nagyon nehezek. Tehát a nagyon nehezek, azok egytől egyig felmásznak a kurmatúra nyerekbe, az a Tordai Hasadék tetejének, a kápolnás tetőnek tehát a végén van. Tehát a nagyon van, nehéz, az nem az úton halad, így van. A nagyon könnyű pedig, az csak az úton halad. Csak az úton és halad. Így akkor lehet úgymond hivatalosítani bizonyos rendezői megoldásokat is, ha például vihar van, vagy olyan az időjárások, azt mondjuk, hogy jó, akkor ezek és ezek az útvonalak nem ajánlottak, sőt, tilosak, és menjenek a könnyebbeken. És is teljesítik a túrát. Ezt az idén kipróbáljuk, egy kicsi logikai játék is, aztán lássuk, mi lesz belőle. Én is kíváncsi vagyok. Tehát itt vannak standard ellenőrző pontok. Tehát igen, ez egy komoly versenynek tűnik. Nem tehát verseny, ez teljesítmény. Időkorlátozás is van. Tehát, teljesítménytúra, de itt komoly sokan szabályokkal. A verseny és a teljesítménytúra között az alapvető különbség, hogy a teljesítménytúránál egyetlen egy szempont van, hogy bizonyos, jól kiszámolt, teljesíthető idő alatt teljesíteni kell egy bizonyos távot. A sorrend nem számít. A versenynél számít a sorrend. Tehát itt nem kell rohanni, hanem az MC-t nyugodtan megy, nézi a tájat, oda kell érkezni idejében, bizonyos tehát helyekre. Csak nem megy szép nyugodtan, hogyha időben oda kell érkezni. Hát jó, de az az idő az nagyon van egy időkorlátozás. Az nagyon tág azért. Tehát annyira tág, hogy azért nyugodtan lehet.
És az is van, benne van, hogy például olyan ellenőrző pont, mint Várfalva. Ott például az van, hogy a pontbíróknak megvan a joguk arra, hogy úgymond eltiltsák a versenyzőt, tehát bezárják egy ott ponton az ellenőrző pontot, ugye lejárta a munkaidő, és akkor eltanácsolják, mert veszélyes későn este felmenni a székelykörre, hogy aztán akkor mit csinál szegény versenyző, akkor már este buklászik arra? Akkor biztosítjuk azt, hogy eljusson Torockóra biztonságban a napvilág. És hogyha erőlteti, hogy ő mégis gyalog. Az az ő felelőssége. Akkor a saját felelősségére. De láttunk már olyant, hogy mindenki megérkezett a Torockóra, és este 10-kor a székelykörről botladoztak lefele fejlámpával az emberek, az egy kicsit veszélyes, mi azt nem vállaljuk. Az bizony veszélyes, mert hogy onnan érkeznek be? Igen, a székelykörről kell ereszkedni, a Nagyárkon keresztül, igen. Tehát onnan történik az érkezés. Igen, tehát Várfalvától hátulról másznak fel a székelykörre, ugye, a kerékpárosok Csegez irányába, tehát tovább mennek, de is hátulról, és akkor szépen leereszkednek. Hát a gyalogosok azok a Nagyárkon keresztül, úgy torony iránt. A kerékpárosok pedig a székelykő háta mögött kerülnek Torockó-Szentgyörgy fele, és onnan érkeznek be Torockóra. Tehát én gondolom, hogy itt komoly sportolók is részt vesznek igen, ezen. Igen, és sokan, amatőrök sokan teljesítményért mennek, és mérik igen. a saját idejüket, de mi nem mérjük az ők idejüket. Igen. Jó. Kíváncsi vagyok a profikra is, akiknek kihívás, hogy milyen számban szoktak részt venni, illetve akár a gyerekekre is, mert biztos, hogy gyerek résztvevők is vannak, nem csak családosok. Hát igen, múlt évben én a kerékpárosokról tudok sokat beszélni, mert a múlt évben csak a kerékpáros tudákkal foglalkoztunk. Úgy értem, hogy mind a hárommal, tehát a Jókai, ami először lehet megrendezve múlt évben, akkor a Vasvári, aminek nagy hagyománya van, és a Koskároly az már múlt évben második volt. És hát volt összesen 200 résztvevőnk a három túrán, és azt kell mondjam, hogy legalább 10%-uk gyerek volt, tehát 14 év alatti. Nagyon és, jól hangzik. És ilyen távolságokat teljesítettek, hogy egy felnőtt is meg. Hihetetlen. Kicsit, ugye? Azért vagyok ilyen udvariatlan, mert lejárt a műsoridőnk, de gyorsan-gyorsan még lehet jelentkezni ennyit? Igen, mondjam. Lehet jelentkezni. Az és első, vannak helyek? Igen, vannak helyek, ez nem helykorlátozott, nincsen egy bizonyos létszámkorlát. Az első jelentkezési határidő az május 1-én hétfőn estig van, a második pedig május 4-én délután 3-ig. Igen. Kicsit változnak a nevezési feltételek, részvételi költségek, tehát ajánlott mindenkinek. Mindenki keresse fel az EKE honlapját, ekekolozsvár.ról per teljesítménytúrák. És érdemes részt venni. Engem meggyőzött. Érdemes. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.